Labdarúgó ünnepet tartottak Zalalövőn a június 20-ai hétvégén a Városi Sportcentrumban, ahol az U14-es csapat és a felnőtt apukák csapata barátságos örömfocival ünnepelte meg az idei megyei korosztályos bajnoki második helyezést, ami a csapat és a családok számára is felért egy bajnoki győzelemmel. Az U14-es korosztályos csapatot idén alapították Zalalövőn, és nagyon szép munkával eredményes szezont zártak. Az örömfocit hetes rugóverseny és ünnepélyes díjátadó is színesítette, ahol Ostrom János, a Zalalövői testedzőkör elnöke és Gyarmati Antal polgármester úr köszöntötte külön-külön a gyermekeket és az edzőt. Elindultunk egy úton, próbáljuk az utánpótlást, nagyon sok gyerek van, próbáljuk az utánpótlást minél jobban fejleszteni, úgyhogy nagyon örülünk ennek az éremnek, de a tapasztalat az, hogy minden évben, vagy minden két évente, három évente van egy olyan korosztály, akivel tényleg kiemelkedő eredményt lehet elérni. Hát sajnos legutoljára ez a 2001-2002-es korosztály volt, most ez a 2007-2008-as korosztályról beszélünk, úgyhogy eltelt egy hat év, de nagyon nagy sikernek könyveljük el, és reméljük, hogy a jövő nemzedéke ezekből a gyerekekből fog kikerülni Zalalövő futballistaként. A gyerekek kiemelkedő munkájuk elismeréseként érmeket, díjakat és Fekete Kevin jóvoltából pólókat is kaptak az eseményen. Fekete Márk lett a csapat gólkirálya, Szakály Zétén nyerte a hetes rugóversenyt, az apukáktól pedig Rajnai Zsoltot ünnepelték. A szervezők kiemelték, hogy nagyon sokan segítették a csapatot munkájukkal, a szülőket elismerték, hogy elkísérték őket, és külön köszöntötték Orbáné Kovács Katalin kiemelkedő munkájáért. Funti osztani, polgármester úr felkértük, hogy osztja ki a srácoknak az érmeket és az ajándékokat, úgyhogy meg is el is kezdenénk akkor az éremosztást, jó? Név szerint, akit szólítunk, az ő... Srági Tamást a szülők és a vezetés kereste fel egy éve nyáron, hogy vállalja el ezt a korosztályt, és ő visszatért Zalalövőre edzősködni. A bajnokok, mert egy újoncként így debütálni egy bajnokságba, az elvégzett munkát, amit ők elvégeztek, tényleg esőbe, hidegbe jöttek edzésre. Én példaértékűen úgy gondolom, hogy a felnőtt csapat is megirigyelni az alázatot, amit ők csináltak mérkőzésről mérkőzésre, nem szálltak el maguktól, hanem mindig a következő meccsre tudtunk készülni. Úgy gondolom, hogy a kapusposzttól elkezdve az utolsó cserepadon elhelyezkedő játékosig mindenki maximálisan kiratta magából, amit tud. Több mint 120 gólt lőtt a csapatunk, és az első 10 góllövőbe három Zalalövői helyezkedik, ami gólkirályt is adtunk, és hogy nézzük a többi csapatot, hogy ahol a három helyezettet nézzük, magasan mi nyertük itt is a ranglétrát. Ezekben a fiúkban van a jövő, én mondtam nekik, hogy akarnak futballozni felnőtt pályán Zalalövőn, akkor ebből mindenképpen van nekik lehetőségük. Nem akarok személyeket kiemelni, mert tényleg ez egy igazi csapatmunka volt. Tényleg azt mondom, hogy maximálisan kiadták magukból ezt az évet. Jövőre, hogyha úgy van, az U16-ba fogja nagy részt folytatni a csapatnak a 80%-a, és várjuk a fiatalokat, az U10-es, vagy az U13-as csapatban a 2010-eset, 2009-es születésűeket a környékről, hogy jelentkezzenek, és jövőre U13-as bajnokságban is hasonló eredményt szeretnénk elérni. Remélem, hogy vevő lesz rá a társaság, és tényleg itt a környező faluk is újra, mint régen, hogy Zalalövőt meglátogatják a tehetséges gyerekek, és újra fel tudjuk lendíteni az utánpótlás nevelés Zalalövőn, mint amit ezelőtt 15 évvel már egyszer elkezdtünk, és akkor nagyon szép eredményeket értünk el. A koronavírus miatt elmaradtak a bozsik tormák, pedig már az óvodában kezdik a gyerekekkel a foglalkozásokat. U7, U9-es korosztálytól indul az utánpótlás nevelés Zalalövőn.
Ezen kívül játszanak még U11, U13-ban, ám ez a négy korosztály sajnos az idén a koronavírus miatt nem játszhatott. Igazából az U14 volt a legkisebb korcsoport, akinek engedték a bajnokságot. A nagyobbak az U16 és 19-es korosztályban fociznak, akikből reményeik szerint erősíthetik a felnőtt csapatot a jövőben. Az esküvői folyamat egyik legnagyobb súllyal bíró pontja a polgári esküvő menete, hiszen egybekelésetek, a házasságkötésetek ekkor válik az állam által is bejegyezetté, hivatalosan és törvényesen is érvényessé. Ugye ahhoz, hogy valaki anyakönyvvezető lehessen, ahhoz anyakönyvi szakvizsgát kell tenni, ezt a kormányhivatalok szervezik meg, ezeket a képzéseket. Hát az elmúlt időszakban, én úgy tudom, hogy az elmúlt néhány évben elég ritkán szerveztek ilyen képzést, talán a veszélyhelyzet miatt, vagy nem tudom, hogy mi igény, az biztos, hogy lett volna rá, mert azért országosan nagyon sok anyakönyvvezető elment nyugdíjba, és ugye helyette azért ezt pótolni kell, és enélkül, az anyakönyvi szakvizsga nélkül ugye nem lehet dolgozni, nem csak esküvőt nem lehet tartani, hanem ahogy már az előbb is beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen az egész anyakönyvvezetői tevékenység ezen múlik, mert ugye ehhez tartozik egy jogosultság, ahol egy védett informatikai rendszeren keresztül, ez az EAK, ez az elektronikus anyakönyvi rendszer, ott kerül rögzítésre tulajdonképpen mindenkinek a születési, házassági, halotti eseménye, meg az ahhoz kötődő valamennyi személyi adata is ott kerül rögzítésre. Ugye a régi papíralapú anyakönyvek, mindenkinek az van meg, hogy azok milyen szépek voltak, azokba már ugye nem lehet bejegyezni, viszont ugye azokhoz tartoznak azért olyan tevékenységek, amiket változatlanul meg kell csinálni, mert valakinek a születése még a régi papíralapú anyakönyvben van, és hogyha mondjuk ez a személy házasságot kíván kötni, akkor ahhoz ugye fel kell rögzíteni a születését ebbe az elektronikus anyakönyvbe, és akkor elő kell venni a papíralapú anyakönyvet, és abból kell rögzíteni. Vagy egy halálesetnél ugyanez a születésre és a házasság kötése is vonatkozik, tehát a papír alapú anyakönyvből kell tulajdonképpen felrögzíteni az elektronikusba, és akkor így kerül be szépen lassan mindenki a rendszerbe. Ha elköteleződtetek az egybekelésetek mellett, elkezdtétek a szervezést életetek legfontosabb napjára, felmerülhet bennetek néhány kérdés. Csodálatos dolog kimondani az igent, amelyet az anyakönyvvezető előtt aláírásotokkal pecsételtek meg. Ezért, ha ezt a többé-kevésbé hivatalos szertartást részt is szeretnétek igazán közelire, személyesre szabni, teljesen rendben van, s lehetséges is. Jó előre érdemes lefoglalni az időpontot az anyakönyvvezetőknél, hiszen például a nyári forgalmas időszakban előfordul, hogy más párok is ugyanakkorra tartanák az esküvőt, így hamar betelik egy-egy anyakönyvvezető naptára is. A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy mind a kettő félnek itt kell legyen, és személyesen tehetik meg a házasságkötés helye szerint illetékes önkormányzati hivatal anyakönyvvezetőinél. Erről a szándékbejelentésről egy jegyzőkönyv készül, és már a jegyzőkönyv felvétele során nyilatkozni kell ugye a házasságkötés tervezett helyszínéről, időpontjáról, a házasságkötést követő névviselésről, ugye most már elég sok névviselési forma van, illetve a házasságban születendő gyermekek családi nevéről is, attól függ ugye, hogy fogják viselni a nevüket a továbbiakban. Jó, hogyha hozzák a tanúk adatait is már, bár az még később az eljárásban pótolható, tehát azt később is be lehet írni. Ja, viszont annyi engedmény van a tanúkkal kapcsolatban, hogy azt még ott a házasságkötés előtt, tehát tulajdonképpen a szertartás előtt még azt be lehet rögzíteni, tehát hogyha valaki nem tudja előre, vagy esetleg bármi oknál fogva változna a tanúk személye a házasságkötés időpontjáig, addig erre van lehetőség. A polgári esküvő menete és hangulata nagyban múlik az anyakönyvvezető személyén is.
Azt fontos tudnotok, hogy ebben az esetben nem ti választatok, hanem az adott anyakönyvi hivatal rendeli ki a helyi hivatalos anyakönyvvezető kolléganőt. A szertartásvezetők tulajdonképpen azért vannak, és én úgy tudom, hogy most már egyre népszerűbbek is, mert nagyon sok esetben, mint ahogy most is volt ez a veszélyhelyzet, ugye csak egy szűk körű polgári szertartás volt engedélyezve, ugye a jogszabály meghatározta azokat a hozzátartozókat, akik jelen lehettek a házasságkötésnél, és nagyon sokan az elmúlt időszakban nálunk is így volt, hogy azt mondták, hogy majd jövőre, vagy egy későbbi időpontban tartják meg úgymond a buli részét az eseménynek, és akkor valaki csak tényleg két tanúval kötött házasságot, és a szertartásvezető ugye tulajdonképpen egy kívülállónak nem tűnik fel, hogy ő szertartásvezető, tehát ugyanazt levezényli, mint az anyakönyvvezető, a szalagot ugye nem hordhatja, tehát hogy azért ez megkülönbözteti az anyakönyvvezetőt a szertartásvezetőtől, és akkor ez tulajdonképpen a NASZ népnek szól, és olyan, mintha egy esküvő lenne, de ez nem hivatalos, tehát a bármennyire is annak tűnik. Hát a hivatalos ugye az minden esetben az anyakönyvvezető és a két tanú előtt tett jognyilatkozat, és amit ugye azt követően pedig alá kell írni a házassági lapot, most már az anyakönyv helyett egy házassági lap van, és azzal válik érvényessé tulajdonképpen a házasságkötés. A polgári szertartás előtt számos elintézendő hivatalos dologgal szükséges számolni. Az egyik legfontosabb, hogy időben legyetek. A házasságkötés helye, tehát már ott ugye kezdődik, hogy a házasságkötés helye lehet az önkormányzati hivatal házasságkötőterme, ott, ahol most vagyunk, illetve lehet a település közigazgatási területéhez tartozó tulajdonképpen bármilyen külső helyszín. Ez általában azért vendéglátóhely szokott lenni, ahol majd később a lakodalmat is megtartják, de már volt példa, hogy a parkban is volt, vagy esetleg tóparton, vagy tulajdonképpen ahol biztonságosan megtartható az esemény lehet. Időpontját tekintve ugye lehet munkaidőben hétköznap tartott esküvő, illetve lehet munkaidőn túl, ez ugye jellemzően szombaton tartott esküvő, és a díjak is ugye ez szerint változnak, mert a hétköznap munkaidőben tartott esküvők, amelyek itt a házasságkötőteremben kötetnek, azok díjmentesek, és a munkaidőn túli, illetve a hivatali helyiségen kívüli, tehát bármilyen külső helyszínes házasságkötésért díjat kell fizetni, ezt minden település a helyi rendeletében szabályozza, hogy mennyi az az összeg. Én azt gondolom, hogy nálunk Zalalövön azért ez egy úgymond barátságos, tehát hogy annak idején kötelezték arra az önkormányzatokat, hogy valamit szabjanak meg, és ez egy ilyen, szerintem egy ilyen alacsonyabb kategóriában lett megállapítva. A szertartás elemeket tekintve teljesen eltérőek egyébként, van, aki szinte semmit nem kér. Ami jellemző, hogy a gyűrűcsere azért az majdnem minden polgári szertartáson megjelenik, mint szertartás elem, tehát hogy azt azért nem szokták kihagyni. Úgy gondolják, hogy amúgy kötelező eleme is, pedig ugye nem. A gyertyagyújtás az gyakori, a homokszórás is gyakori, illetve nálunk már volt lakatceremónia, de egyre népszerűbbek ez az óraceremónia, ugye, hogy közösen elindítják az órákat. Tehát igazából itt mindenkinek csak a képzelet szab határt. Nagyon sok hivatal úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatási elemekért még plusz díjakat kell fizetni, nálunk nem kell, tehát hogy a szertartásért van egy fix összeg, és teljesen mindegy, hogy mit kér benne. Nyilván azért észszerű határokon belül mozgunk, viszont ezeket a gyertyát, a homokot, ezt meg a hozzátartozó eszközöket őnekik kell behozni. Gyűrűpárnánk van, ami szerintem egy egyszerű, de nagyon ízléses, azt nagyon sokan kérik is, van, aki ettől függetlenül ugye saját egyedi gyűrűpárnát készített, és azt hozza magával. Tehát ezeket az eszközöket behozzák. Nyilván a beszédbe azért bele kell szőni, hogy milyen színű a homok, meg
kiket és hogy jelképez, de ezt azért meg szoktuk kérdezni. Ugye ugyanilyen a szülőköszöntés is, van, aki mindenképpen szeretné köszönteni a szülőket, van, aki azt mondja, hogy inkább nem, mert főleg, hogyha mondjuk hiányzik valamelyik szülő a családból. Tehát, hogy ez annyira változó, teljesen egyénektől függ, hogy mit szeretnének. És akkor ugye a szülőköszöntő ajándékod, virágot, bort, valamilyen italt, azt is a párok hozzák be ott az esküvő előtt. Igen. Ugye általában a Jutka, a kolléganőm veszi fel a jegyzőkönyveket, hogyha itt vagyok, akkor már ott akkor tudunk egyeztetni, hogyha nem, akkor én előtte mindig telefonon felveszem a kapcsolatot a házasulókkal, és akkor le tudjuk egyeztetni ezeket a dolgokat. Kötelező elemek mellett szinte bármit beépíthettek a szertartásba, természetesen a jó ízlés keretein belül. A lényeg, hogy a pár számára kedves, jó hangulatú szertartás kerekedjék a végére. Most ugye a veszélyhelyzet miatt, meg a hétköznapi esküvőknél ugye nincs bevonulás, itt azért ügyintézés zajlik a munkanapokon, tehát akkor itt a házasságkötő teremben kezdődik úgymond az esküvő. A munkaidőn kívüli házasságkötéseknél azért jellemző, hogy bevonulnak. Itt is változó, hogy valaki a szülőjével, valaki a tanújával, valaki a testvérével, tehát erre nincsenek kötött szabályok, és a bevonulást követően ugye helyet foglalnak, és azt követően igazából már az én köszöntő beszédem, illetve a hivatalos rész, aláírás, gyűrűcsere, tehát hogy nagyjából erre megvan egy forgatókönyv, hogy fog ez zajlani. Hát ugye az eddigi szabályozások csak, ahogy említettem már, nagyon szűk létszámú esküvőket tettek lehetővé. A jogszabály meghatározta azt a hozzátartozói kört, akik részt vehettek, tulajdonképpen a szülők, a nagyszülők, testvérek, illetve gyerek, hogyha volt. És azért ez elég megnehezítette a pároknak a dolgát. Ezért is gondolom, hogy inkább ezért voltak a hétköznapi egyszerűbb esküvők, mert úgy sem lehetett ugye nagy ceremóniákat tartani. Most már a múlt héten bejelentett új szabályok szerint a házasságkötés szertartása nem tartozik a rendezvények szabályai alá, tehát hogy itt más szabályozás lesz. Itt most majd a házasságkötőterem befogadó képessége fogja meghatározni azt a létszámot, akik ugye részt vehetnek a polgári szertartáson, illetve külső helyszínesnél pedig ugye a rendeletben meghatározottak. Igazából az a fontos, hogy mindenképpen olyan helyszínt kell választani, hogyha mondjuk az időjárási körülmények esetleg nem kedveznének a házasságkötésnek, akkor legyen egy fedett rész, és ez nem a személyek miatt, hanem ugye a házassági alapirat miatt, tehát hogy azért azt védeni kell attól, hogy az elázzon, tehát hogy mindig azzal kell készülni, hogy valami kis fedett, ha nem is épület, de valami kis sátor, vagy egy kis, sok helyen ugye vannak ezek a kis beülők, kiülők, és azokban lehessen akkor megtartani, hogyha esik az eső esetleg. A polgári szertartás hivatalos jellege mellett tud igazán személyes, megható és meghatározó lenni a megfelelő felkészültség és szervezettség esetén. Érdemes előre gondolkodni a polgári esküvő menete terén is, minden részletre figyelemmel lenni, így biztosan feledhetetlen lesz a napnak ezen szakasza is. A házasságkötés időpontja, az tulajdonképpen ugye a házassági szándék bejelentését követő 31. napra tűzhető ki, tehát a jogszabály előír egy 30 napos várakozási időt, ami alól csak különös esetben adhat a jegyző felmentést, tehát hogy akkor ezt igényelni kell, és hogyha indokolt, akkor ugye megkaphatják, de azt mindenki úgy tervezze, hogy ezt a 30 napot azért belekalkulálja a házassági szándék bejelentését. Nagyjából itt Zalalövön itt a kolléganőmmel megnéztük így az esküvői bejelentkezéseket az elmúlt évekre is visszatekintve. Az esküvői szezon mondhatjuk, hogy nálunk szerintem ilyen áprilistól nagyjából szeptemberig tart. Erre viszont a múlt év, vagy az elmúlt időszak nagyon rácáfolt, mert a téli hónapokban is, és a tavaszi időszakban is nagyon sok esküvő volt. Ugye, ahogy említettem, ezek inkább ilyen munkaidősek, de hogy majdnem minden hétre jutott egy-egy esküvő.
és most már a nyára is vannak bejelentkezések, tehát azért olyan, szerintem most is egy ilyen augusztus-szeptemberig azért vannak. Nálunk ugye azért van szabad hely, tehát hogy nem úgy van, mint Zalaegerszegen, hogy egy szombati napon ott sorozatesküvő van, olyan előfordul nálunk is, hogy egy napra jut kettő is. Tehát, hogy ezért is mindig kérjük a párokat, hogy a házassági szándékukat azért tényleg időben jelezzék, ahhoz, hogy legyen időpontjuk olyan, amilyet szeretnének, legyen helyszínük, mert ugye, hogyha külső helyszínes, akkor ugye azt is bele kell kalkulálni, hogy vissza kell érni az anyakönyvvezetőnek, meg esetleg elmenni egy másik helyszínre. Tehát, hogy azért ezek ilyen technikailag azért mindenképpen fontosak. És hát úgy, hogyha az ő nagynapjuknak olyatnak szeretnék, amilyet megálmodtak, akkor azért szükséges az előreegyeztetés. Beszéljünk róla! Beszéljünk róla. Emlékem nincs a szűk cselédszobáról, ahol anyám megszült, s bölcsőbe ringatott. Azóta régen összedőlt a ház ott kálócfán. Ezt apám mesélte. A szomszédunkban tűz keletkezett, és rémült szemmel menekült anyám. A vészről mit sem sejtve én a karján. Amíg a síró cselédnép visongott, a kígyózó láng nyelvhegye elérte és megperzselte szöszke szemöldökön. Sok szeretettel köszöntöm adásunkban, a Beszéljünk róla adásban dr. Szabó Ferenc jezsuitát, akinek ez a kis vidék a szülőföldje, hiszen Kálócfán született 90 éve. Február 4-én született, tudom, hogy már eltelt pár hónap, de ezúton is. Szeretettel köszöntöm a születésnapja alkalmából, ez egy gyönyörű kor, ez a 90 év, és hogy mennyi minden történt ez alatt a 90 év alatt, ezt természetesen most ez alatt a rövid műsor alatt nem tudjuk összefoglalni. Ezért úgy gondoltam, hogy most a szülőföldre, a hazatérésre koncentrálunk, versekkel fogjuk majd díszíteni ezt a kis filmet, és majd később, júliusban, amikor ismét ellátogat hozzánk, akkor készítünk egy nagyobb anyagot, ami a Rómában töltött időkről szól. Ferenc atya, milyen érzés hazajönni a szülőföldre? Hát nem most vagyok először itt. Én tulajdonképpen azért vissza kell utalnom arra, hogy 92-ben tértem haza hosszú európai vándorlás után, 56-ban szöktem ki, hogy folytathassam jezsuita tanulmányaimat, tehát itt átéltem a forradalmat, mint egyetemista, és hát azóta ugye, hát visszalátogatok Rómába is nyaranként, most a járvány miatt csak a hangomat küldöm el, és hát többször jártam itthon, én a 90-es évek derekán a nagy televízió is készített velem két részes interjút, ők lejöttek Rómába is, részben Rómában, részben itthon, és hát most, hogy volt ez a jubileum, újra egy idős vagyok a Vatikáni Rádióval, úgyhogy a rádióról is megemlékeztek, és én mint ugye talán a
leghosszabb időt, nem biztosan leghosszabb ideig dolgoztam ott, a elődöm, a főnököm, az Orbán Miklós, az csak 21 évig. Tehát ünnepeltek, és hagyom magam szeretni. Biztos, hogy kanyargós volt ez az út. Szoktam idézni a portugál közmondást, hogy Isten egyenesen ér görbe vonalakkal. Hát azért nagyon, majd aztán elmondom, hogy hogy is kerültem a vatikáni rádióhoz, mert mikor Lővenben tanultam teológiát, filozófiát, teológiát, és hát úgy látszik, jól szerepeltem, meghívtak, hogy tanítsak teológiát, és így kerültem Párizsba, hogy doktoráljak teológiába, és míg ott voltam, a 65-ben, 64-ben a Orbán Miklósnak a fiatal társa, Szabó János barátom, vakációja alatt Ausztriába egyekben lezuhant, szörnyet halt, és hát az Orbán Miklós egyedül maradt, és hát azt mondja, hogy menjek el legalább nyáron egy hónapig, segítsek. 65-ben először elmentem Móvába, és hát tetszett nekem, akkor nagy pesgés volt a zsinat utáni idő. Hát visszamentem Párizsba, hogy folytassam a doktorim előkészítését, de aztán közben elintézte a főnökökkel, hogy már előzőleg átírtak a belgákhoz, a valonokhoz, hogy visszacsinálták az egészet. Na, ledoktoráltam 66 decemberében Párizsban, és nem Belgiumba mentem, hanem Rómába ideiglenesen, és abból 25 évre és 25 évet ott maradtam. Uh-huh. Na, szóval ezt tudni kell, és 92-ben jöttem haza. Uh-huh. Hát itthon egy folyóiratot szerkesztettem, most online működik a távlatot, tanítottam egyetemeken, meg szemináriumban, stb. És hát sokat írtam, főleg foglalkoztam kint Rómában, illetve Klagenfurtban a Pázmány kutatással, aztán itt egy Proászka csoportot vezettem, Proászkáról is van egy monográfiám, angolul is megjelent, és hát Dönibak nagy jezsuitával róla írtam monográfiát, és sok-sok tanulmányt. Tehát a mai napig aktívan ír, tehát dolgozik. Az, hogy nem unatkoztam soha, és most se, mert úgy tűnik, szociológusok megállapították, hogyha valaki a nyugdíjas, már nincsen célja, terve, akkor belehal. Hát én biztos, hogy unalmamban nem halok meg. Abbe biztos, hogy térjünk egy kicsit vissza a gyerekkorra. Igen, nagyon érdekel, olvastam a Séta szülőföldemen című kis kötetet, és annyira kis őszinték, finomak, olyan szinten leképezi azt a világot, ami ott akkor történt. Milyen volt ott gyereknek lenni, és engem az érdekel, hogy egy báró majorba volt. És ugye a cselédség, a báró közt azért voltak különbségek. Bekerült az ő könyvtárokba, játszhatott a lányukkal. Bábbal. Bábbal. Mit jelentett ez a lány? Ó, hát abban szerelmes voltam. De hát báró majorról sokat írtam, és hát képeket is, van egy ilyen képes albumom. Még azt jelzem, hogy újabban ez nem közöltem még, illetve magam számára megvan, még aprólékosabban megírtam a gyerekkori emlékeket, mégpedig a Dedesi Marika 2 évvel ezelőtt elvitt oda, ahol őserdő van, a Báró Major volt, igen, behatoltunk, és a kastély vagy az udvarháznak a pince lejáratából csak egy fal maradt meg, és ott álltam, és akkor, hát így indul, elképzelem, hogy hogy volt a tehénistálő, a cselédsor, a magtár, stb. És akkor megelevenedik a gyerekkorom. Hát versenyben sokat írtam, ugye, a régi Hárs az udvaron, és igen. Meg hát a egyebekről. A régi Hárs az udvaron. A nyáron még láttam ott az elpusztult majorban.
már árván áll. Éle emlékezetében az aratók dala, akik a nyári éjben a bált alatta rendezték meg. Le van a búza aratva, keresztbe is van az rakva. Velem vénülsz, öreg hás, árva, a végső pusztulásra várva. De nyaraink szívemben élnek, és őrzöm illatod, kietlen napjaim a télnek. És mi lett bábbal? A báb, hát az nagyon szomorú. Ugye ő, mivel hát az apja ugye kulák, na akkor ott kezdem. 45-ben ugye közeledett a freudi lövői, ott a temetőnél föntartották még az oroszokat, és előtte a méltóságos asszonynak a nővére, tehát a Lator család, Lator László még él, a bábnak az unoka testvére, akiről majd beszélek. Uh-huh. Azok jöttek és kimentek két kocsival Ausztriába, akkor hát 14 éves volt a báb, azt mindig őriztem annak a fényképét. A lényeg az, hogy apám, mivel jó ember volt, benne volt a Földosztó Bizottságban, és megőrizte, megtartott a bárónak 100 holdat, tovább vezette a gazdaságot, és mikor visszatértek, mindent úgy talált, mint hogyha el sem ment volna, szóval hálás volt ezért. De később aztán szorították a kulákot, ugye 25 hold maradt, még ő maga is szántott. Na, szétszorodott a család. Hát a báb nem tudta befejezni az egyetemet, de Szombathelyen tanult még, aztán Kazinc Barcikára került, elvette egy ilyen félig művész, lett egy Laci gyereke, meg két lánya, akikkel később aztán itthon megismerkedtem, amikor már a báb beteg volt, feküdt, meglátogattam, és azt egyszerűen csak jött a hír, hogy leesett az ágyról, aztán a MÁV kórházba került. Még emlegette a bábi nacát, az a német Anna, az volt a szakásnők, aki aztán apám, anyám halál után elvett, aztán hát apám második felesége volt, itt vannak eltemetve Lövön. Na most aztán a bábnak mondtam, hogy hát feladnám a betegek kenetét, és akkor még úgy viccelődött az, hogy hát nem is használ. És akkor következő alkalommal, akkor már aztán úgy nem volt, na, de magánál volt, még elmondtuk a mi atyánkot, és aztán utána meghalt. Mint a mesében, bábnak. Emlékszel? A szalonban, a szőnyegen a nagykönyvet lapoztad, képeket nézve őserdőben jártunk, szelíd vadállatok között ember előtti világban, mielőtt Robinson kikötött a távoli szigeten. Az igazi éden a kastélykert volt, lucfenyők, megyfák, almafák, bokrok, nagy füvek között mennyit kalandoztunk? Fára másztunk, bujócskáztunk, mindig a te bokrodhoz bújtam. Borzongva beszívtam hajad illatát, féltékenyen a szaglászó szélre. Szép emlékek, hát igazából 31-ben lejjebb voltunk, azt hiszem április 1-én született, és hát én bejárhattam a kastélybe, ott a könyveket olvastunk, meg versenyeztünk, ki tud többet, ki olvast. Amikor már gimnazista lettem, akkor is nyaranként hazamentem kezdetben, és még a Lator Lászlót akarom mondani, hogy
ő is jött, ott voltak ugye a szülei, de mint Levente előbb kiment nyugatra, nem velük. De mikor én akkor másodikos gimnazista voltam, Sümegről hazajöttem, és itt folytattam a táv, szóval a másodévet, bejött a szobában, és rajztáblám szélére azt írtam, hogy én nem akartam semmi más, csak rajzolni a hervadást, de mire ideértem, mind leullott a lomb. Én tudtam, hogy ő már költő, ő 27-beli, úgy tudom. És amikor később, jóval később, egyszer Rómában, Szőnyi Zsuzsánál az úgynevezett Krisznya kocsmában, hát ez nem volt kocsma, hanem ilyen intellektuális szalon, és hát ott megismertem a magyar írók, művészek, a hazaiak, külföldieknek a javát, van egy könyvem erről, a találkozás. Mondom a Lászlónak, mondom neki ezt a kis verset, hát azt mondja, ezt te honnan tudod? Hát mondom, 45-ben bejöttél a cselédszobába, és az én rajztáblám szélére írta. Micsoda hát, örökség! Én jó szívekben élek. Azt. Na most, akkor még csak annyit, hogy később a talán 10 éve Lator Lászlónak megjelent a visszaemlékezése, és Kalocsán vagyok a Babel Balázs érsek barátomnál, mindig az új könyveket ott elsőnek meg. Kinyitom a Lator László könyvét, első oldal, Irsa puszta, és ott beszél rólam, hogy a kis unokahúgának, a Szabó Feri, aki jezsuita lett, és hát egy verset írt hozzá. Na hát mondom, minden, milyen híres lettem. Aztán később elküldtem, elmondtam a Latornak, mert nem jött el a temetésre, beszámoltam róla, és elküldtem újabb versemet, és akkor hát nagyon szép. Szépkeket írt, hogy hát milyen elmélkedésre is használja. Szóval őszintén megdicsérte a versem, hát ő műfordító igen, is. Igen. Míg annak idején élt a Pór Judit, a felesége, meghalt rákba, az Mariakot fordított. Egyszer a Francia Intézetben, Budapesten találkoztunk, és mondta a Judit, hogy olvasta az én Mariak könyvemet is. Na mindegy, ezek szétágazó dolgok. Igen, csak de most... azért, hogyha gondolkodunk egy kicsit, tehát kiváltságos helyzetben volt. Cselédgyerekként ott a Majorba, egy könyvtárba bekerülni, találkozni az irodalommal, amikor gimnáziumból hazajön, és a paraszti világba újra belecsöppen, és mégis a Virgiliát járatja, irodalmi folyóiratot. Tehát ennek a gyereknek a lelke. Na most az a helyzet, hogy ugye én jártam Irsa pusztára az elemibe, 6 elemét végeztem. Igen. Báb meg elkerült onnan. Tehát hát egy ideig, mondom, találkoztunk, és a Irsa pusztán hát egy teremben volt a 6 osztály. Én mindig meghallgattam, amit az idősebb engem. Hát szóval mindent tudtam, földrajz történelem. Úgyhogy a Buzás Dezső kiültetett a katedrára, írtam az indexeket, meg a naplót, stb. És hát őnekik köszönhetem, hogy elvitt aztán versenyvizsgára Szombathelyre, 43-ban is így kerültem Sümegre gimnáziumba. Na most visszatérve Báró-Majorra, még nem jártam elemibe, az öreg méltósága, mentünk, elkísértük úgy 10 óra körül, hát most ott jártam, csak egy kis emelkedő van, de mi a bábbal egy kis kosarat vittünk 10 óra, itt mi előre szaladtunk a gyíresbe, míg az öreg méltósága az napernyőivel fölballagott, és hát ott akkor hát mi 10 óra íztunk, játszottunk, és tovább a versembe, és megírtam ezt az egyik versembe. Tehát ez tulajdonképpen idilli volt. Később aztán az öreg méltósága elkerült Nagyhegyre, mert ugye oda költöztünk, Báró-Majorból ott építettünk, és a Bábi Naca, tehát a német Anna, aki a szakácsnéjünk volt, annak volt a barátnője, az Erzsi néni, ők ott laktak Nagyhegyen, amíg meg nem halt az öreg. Akkor még az Erzsi nénit is oda vették apámé. Tehát ezek kanyargós utak. Na most vissza, hát biztos, hogy nagy élmény volt például a cséplés, mikor hozták
a gépeket, a vasgépet is, a fagépet is, hát ott volt a vörös part, most láttam hát egy kis lejtő, csak olyan sár agyag volt, és ott besüppett a, tehát a szegény lovakat ütötték, hogy aztán mégis megérkezett a oda a Báró Majorba, Kazlak közé, meg gépek, és hát akkor az nekünk nagy élmény volt, ott sürgölődtünk, aztán később még a Pejvát is, akkor már napszámba dolgoztunk, de hát és akkor az aratási mulatság ott a nagy hárs alatt, aztán a bárónak készítettek olyan sátort, és emlékszem, még anyámmal is táncolt a báró, meg én is valaki, a Mariskával, és az öcsémnek a felesége lett. De hát akkor mi elmentünk lefeküdni, és úgy álmomba behallatszott az aratóknak a dala. A korsóban vizet vittünk. Nyáridőben jött az aratás. Köröttünk nyüzsgés, én már iskolás. A buzatábla a nyíresig ért, a róka innen járt be kis csirkéinkért. A vízmosásban, ahol a róka járt, korsóban vizet vittünk s uzsonát apámnak minden délután. Markos férfiak kaszája élén hullott a rend, utánuk sorban hajladozva mentek a szemrevaló marokszedő lányok, fel-fel villant libbenő szoknyájuk. Ezek olyan élmények. Ezt is megírt a versben. Hát. Meg aztán, amikor jöttek a kozákok nagy sütörtökön, és lerőtték a disznónkat, anyám nagyon síratta, hát abból éltünk, ugye? Igen. Meg később a fiatal borjút is. Sok zűr volt. És télen, mikor nagy hóesés volt, akkor apám azért úgy elhányta az utat, hogy el tudjunk menni iskolába, Hirsára. De volt úgy, hogy aztán bükkfából apámmal készítettünk síléccet, és akkor egyszer azzal elmentem a magas hó tetején, de hát aztán később az probléma volt, mert mindig leszakadt ilyen régi bakancsból, csináltunk szia. Hát a bábbal is síelni tanultunk, és jött a Lator László, ő aztán már tudta, hogy kell. Közben már ugyanis szereztünk lövőről katona síléceket, igaz, itt egy vagonnal volt. Hó. Úgy volt itt pár, és akkor az már... Az már igazi volt. Igazi volt, és hát később... Hát utoljára valahol Norvégiában, Oszló fölött síeltem, akkor ott volt egy ilyen kongresszus vagy konferencia. De hát annyi minden emlék eszembe jut. Hát, például hát szegények voltunk, hát mi rongylabdával fociztunk. Ugye. Most látom, hogy a fiataloknak minden megvan ezeknek a jezsuitáknak és az égvilágon. Hát egy teniszlabda az meg egy rossz biciklin, gumi nélküli biciklin tanultam meg biciklizni ott a kastélykertben. És az később aztán volt gumia is, de mindig kilukadt, és akkor azt ragasztani kellett. Volt vele munka. De mindent így egybevéve boldog volt ez a gyerekkor? Nagyon boldog voltam, és hát mi tulajdonképpen a apám első ember volt. Volt a konyha, igen, meg a nagyszoba. Kocsis volt, ugye? Kocsis volt, de az első ember, a gazda, mondom, amikor elmentek nyugatra, akkor az egészet ő vezette, tehát én segítettem kimérni a földeket. És az, hogy a többiek azért, hát Ész Gyula írt ugye a puszták népéről, de itt nagyon nagy volt a nyomor. Hát a többi cseléd, szóval egy közös konyha volt, és két szobát voltak. Annyi gyerek volt, egymás hátán, hegyén hátán feküdtek, a nagyobbak meg kinn a listálóba, vagy a szénaszínbe, vagy már dolgoztak. És hát szóval nagyon nagy volt a szegénység. Én azt mondom, hogy szóval szép volt. Szép volt, ugye? Szép volt, és nem, hát mindenünk megvolt, és hát anyánk nagyon elkényeztetett bennünket. Emlékszem, hogy este
gyerekek, gyertek be, megsült a krumpli, és akkor volt a kis hokedli, oda letelepettünk, mindig megzsírozta az enyémet, megpaprikázta az öcsémet, nem? És aztán nyáron elmentünk Kálocvára a réten, ott az erdőség alatt, és ott volt a kiskút, ott megálltunk. Erről is van versem, mentünk a pásztori nagypapához, aki nem a közeli temetőben van, az új temet, hanem voltam már a sírjánál, jóval odébb, és emlékszem, a nagy körtefa alatt sziesztázott, és mi mezitláb megtapostuk a hátát, az volt a masszírozás. Igen, most is és ő tőle vele szerettem meg az erős paprikát, most is mindig a viásban jó kis magyaros ízt. Magyaros ízt ad neki. És a jezsuitasággal mikor találkozott először? Hát az mindjárt mondom. Itt ugye harmadikos gimnazista koromban, nem Sümegen folytattam, hanem itt Egerszegen, Pacsai Ágostonnál laktam egy ideig, jártam a minisztrálni a nagy templomba, a Mindszenti templomába, ő tanított meg, és akkor már olvastam valamit a jezsuitákról, és hát Csácsbozsokra kiártunk, Schnattner Siegfried nyugalmazott Bencéshez gyónni, ő meg a Rózsa egy másik, tehát hárman. És akkor egyszer azt mondja a Pacsai Ágoston, nemrég temettük el pár éve Budapesten, akinek a rokonságához tartozik, ez a máltaiaknál van a vecsei. Na mindegy, ezt most nem részletezem. És mondta, hogy neked jezsuitának kellene lenned, és láttam ott a szekrény tetején a Gyenis Andrásnak a jezsuita arcélek, abban is beleolvastam. De a döntő az volt, hogy harmadikos gimnazista koromban, mivel én 6 elemit végeztem, lemaradtam a többiektől, a lövőjektől, Fekete Laci, meg akik 4 elemi után mentek, és elhatároztam, hogy megtanulom a 4. nyáron. Hűha. És itt lejártam, itt volt a malom, ki volt a kommunista lett tanácselnök, hozzájártunk le, akkor még a Bábis, meg egy Judit, aki Auschwitzból került vissza, instruált bennünket, emlékszem. Lugosi. Lugosi. Talán hallottál. Igen, ismerős a név. Igen, ő volt. Akinek aztán köszönhetem, hogy mikor ugye volt a 2 év szeminárium, hát most muszáj elmondani, tehát amikor Pécset a jezsuitáknál leérettségiztem, hivatalos papír erről nem volt, és akkor fölvettek a rendbe, de egy hónapra rá szétszórták a szerzeteseket, de a capikérsök fölvett bennünket Egerbe, voltunk egy tucatnyian, mert ott volt a Rozmán a spirituális, meg együtt dolgozott Bangával, szóval a jezsuitákat kedvelt, tehát akkor tárgyalt Rákosival. És egy évig ott voltam, és aztán Szombathelyen egy évig Brender Jancsival, a vértanúval, most már Jancsi. Igen, igen. Önt van. Ismert. Pápák is, szentek, akiknek tolmácsa voltam, már annyian ott vannak. Na és akkor utána a zalaegerszegi ruhagyár, és akkor újra le kellett érettségiznem, újra meg kellett tanulni, én franciás, németes, minden voltam, de nem orosz, nem? Igen. És ha orosz tanárral, aki egy leckével járt előttem, 6 hónap alatt a ruhagyár mellett megtanultam az orosz. A 3 év anyagát levizsgáztam abból hát is. Ez nagyon kemény volt és akkor. És akkor a Lugosi kellett az ajánlás. A történelem tanárom, a Takács majdnem elvágott, ugye elment papnak, és akkor többiek mondták, de már itt dolgozik a ruhagyárban, meg ez végre aláírta is. Így kerültem fel a francia szakra, idegen nyelvek főiskolája, onnan meg az ELTE-re. Na, tehát az a lényeg, hogy a Lugosi előttem írta meg az ajánlást, és
neki is köszönhetem. Hogy is mondjam, hát kommunista lett, de azért jó haver volt. Na most visszatérve még, mikor erre készültem, a negyedikre, a Horváth Pista, a Gyöpi Pista, aki hát velünk volt a szemináriumban, később kilépett, ügyvéd lett, meghalt, a felesége még él Nagykanizsán, őtől megkaptam Endrődi Kaszap István élete című könyvet, és kinyitom ott már a réten, hát ez jezsuita volt, stb. Visszamentem Báromajorba, anyám vasárnap ott a Pokrócon foltozott, én meg ott olvastam belőle lelkesen részleteket. És nem mondom, hát én is jezsuita leszek. Szóval ez egyre erősebb volt ez a jel. És akkor jött a három jezsuita missziózni az Egerszegre, a Pálos, a Kis Pálos, meg a, hát mindegy, még a kettő, tudom kik voltak. És a Pálosnak minisztráltam, és hát olyan rokonszenves, kedves volt, mondom, atya, én szeretnék beszélni atyával. Hát majd döglődöm, mert sok itt a bűnös, hogy ugye gyóntat, sokat gyóntatott, gyere föl háromra oda a plebániára, és mentem hozzá, és előadtam, hogy hát én jezsuita akarok lenni, de ő hát előbb viccelődött, tudott, hogy kik a jezsuiták, hogy... Na, összebarátkoztunk, azután küldött könyveket, akkor azóta minden egyenes lett, később aztán ő lett az előjáró Pécset, később provinciális letartóztatták, aztán továbbra, mikor hazajöttem, tartottuk a kapcsolatot, Pilics Csabán volt az öreg otthonban. Áldott, írtunk róla egy kis könyvet is. Tehát nagyon lényeges volt ez a két mozzanat, mondjuk, hát a kegyelmi hívás fontos volt. Na most hát innen nem igen, emlegették azt, hogy hát van ám a Lunkálásnak a fia, Rómába tanul, a Lékai, aztán ugye, igen. És hát később aztán, amikor a rádiónál voltam, sokszor följött hozzám, meg tejtestvéremnek nevezett, de hát én azért aztán bíráltam az ő kislépéseit, meg nagyon, nagyon azért oda simult a Komcsik. Hát nehéz helyzetben volt, az jó, biztos. Jó, akkor az a rendszer volt. Erről írtam az Oszpolitik című könyvemben, amiket átéltem, ugye a pápáknak tolmácsoltam. Ugye szerette a költészetet, a verseket, és mégis amikor Pálos atya azt mondta, hogy hát aki pap akar lenni, jezsuita akar lenni, az ne foglalkozzon költészettel, az milyen érzés volt ott akkor? Nehéz volt azt elengedni? Nem volt nehéz, hát én akkor mindenre kész voltam. Hát volt egy-két példa előtte, jezsuiták, akik az költő, aztán kilépett, stb. De utána sokszor mondta, most már ezt ne ismételd, mert persze, jó verseket írsz, és hát büszke volt rá. Szóval ez volt egy ilyen. Az biztos, hogy ugye francia, szóval irodalmár voltam, már Lővenben írtam ebbe a magyar írókról, költőkről, ott megjelent a Tolas Tibornak az újságja, hát azt, akkor azt reakciósnak tartották, aztán akkor, mikor Rómába kerültem, abban nem írtam, de sokfele ilyen irodalomkritikát, a magyar költők, istenkeresi, maradnak franciák, stb. És műfordítással foglalkoztam, és akkor, mikor hazalátogattam először a 70-es évek elején, itt meglátogattam rokonokat, és akkor Kálocván találtam egy fényképet, az anyám leánk, hogy egy ilyen pajta végében munkás vagy sumás lányokkal kinagyítottam. Szóval ott, most is ott van az asztalom Budapesten, de ott Rómában előttem van is. Akkor 80-ban született meg az anyám leánykori fényképére, és akkor a gejzér föltört, és az Őszi Ámulat című könyvem megjelent. Hát azóta aztán sok kötet, meg van összegyűjtött versek is. Igazából a verseimben fejeztem ki legteljesebben magamat, a Báró Majorról is szóló, meg a gyerekkorról. És hát a két téma, ugye
az érosz és a tanatosz görög szóval, a szerelem és a halál, illetve a kezdet és a vég, ezek foglalkoztattak mindig ezek a metafizikai kérdések, hogy miért vagyunk a világon. Miért ugye? Van a világ? Miért van a világ? És hát egyszer ott az erdőszélen, akkor egy felsős gimnazista voltam, hogy megsemmisítettem a mindenséget, és elképzeltem az abszolút semmi. Tehát mondom, ha lett volna ilyen pillanat, most se lenne semmi, és hát én itt vagyok, gondolkodó ember. Tehát ez az első intuíció fontos volt, és azóta is sokszor, most, hogy 90 elmúltam, most már másképp gondolok erre a végre is, mert bármikor jöhet, de derűvel, most, hogy a Dantét tanulmányoztam, megjelenik egy kis könyvem, és a Dante is mindent akar tudni, ugye, hát ez az űri utazás, az nagyon tanulságos volt nekem is, mert aztán elkép. Szóval egy biztos, hogy nem olyan lesz a más világ, ahogy Dante leírta, és ő maga mondja, hogy ne kíváncsiskodjunk, azt mondja, elég az, hogy van három bötű, van Isten, van örök lét. Aztán az, hogy hogyan mindent el lehet képzelni, minden, most a tudomány is állandóan valami, nemrég olvastam, megnéztem a Hawking, ez a Stephen Hawkingnek az univerzumról az elmélete, ugye továbbfejlesztette Einsteinnek a fekete lyukakról, egyebekről. Hát lehet, az idő rövid története. Ez lehet, hogy ez a mi bolygónk is aztán összecsuklik, és fekete lyuk lesz belőle, nem tudom. Annyi mindent el lehet képzelni, de az, hogy egyszer élünk, és hogy szerettem ezt a földet, erről is van versen. De milyen érzés az, mert ugye egyszer elmúlik az ember, aki ekkora szellemi örökséget hagy hátra majd, hát egyszer. Milyen érzés ez? Gondolom, sokat gondolkodik ezen. Hát mindig, és a szép jelenben élek, nem a Gagarin találkozott az Istennel, és hát nem űrutazással, hanem benne élünk, mozgunk és vagyunk, és a szellemvilágba kell betörnünk, hogy így mondjam, a hit révén. Mert ma már ez a gyakorlati materializmus dívik, ugye, csak ez a világ van, együnk, ígyunk, holnap meghalunk. Hát most mi a nagy öröm, ugye enyhítette, és akkor megyünk, hogy most egy sört ihatok ott a vendéglőben. Hát ennyi az élet. Hát, és akkor ugye ezzel szemben hogy érezhetjük meg Istent? Hogy tudunk vele találkozni? Hát pontosan az, hogy a befelé fordulás meg a hit, mert ahogy Ágoston mondja, az a legbensőségesebb, meg benne élünk, most történik a teremtés, az nem befejeződött, most. Az, hogy mi itt vagyunk, ez soha meg nem ismétlődik. Tehát az idő valamiképpen maga a lét, a folyamatos létezés, és szent, ami történik. És valamiképpen, igen, az írásaimmal meg élek a mások emlékezve, vagy akik olvasnak, de az nekem nem lenne elég, mert ez panteista fölfogás. Én a személyes létre vágytam mindig is, és hát ugye a pogány misztikák, a buddhizmus, hinduizmus eljutnak az Istenség pereméig, de nincs a személyes Isten, és ezért volt az, hogy az Atya Isten a fiát elküldte, lehajolt hozzánk, és Jézus arcán fölragyogott az Isten dicsősége. És aki lát engem, látja az Atyát, mondta, nem látja, csak hát ez megtapasztalhatja, megérezheti. Aki szeret, Szent Ágoston mondja, hogy a szeretet az a szem, ez megint ugye hasonlat, mivel megtapasztalhatjuk, megláthatjuk Istent, aki szeretet. Mi a titka az emberi boldogságnak? Tudom, hogy rövid a kérdés, és nehéz a válasz. Hogyha az önéletéből indulunk ki, mert ott van, hogy örömben éltem, köszönöm. Így ez van. A címe az írásnak. Igen,
Igen. A belső harmónia? Tehát ennyire rövid? Megtaláltam életem célját, és akkor igyekszem, kérem a hit és a hűség kegyelmét, hogy az az alapvető választás a cél felé tartok, aztán van kilengés, persze, hát az árnyoldalak, bűnösök vagyunk, de újra fel kell. És fontosabb, mint az oltás, most a járványnál is, ez a belsőnek, hát ugye a testlélek annyira egy és a pszichoszomatikus gyógyításról most már annyit beszélnek. Én ezt megtapasztaltam, mert megvan a belső derű, a nyugalom, és ez kihat a testre, meg a lélekrendszerre, meg mindenre. Ha az Isten a szeretet, igen, jó fele megy a világ? Nem tudom, hát ez most így nem jó a kérdés. Ha Isten a szeretet, akkor jó fele megyünk? Miért van a szenvedés, miért van ez a sok tökéletlenség a gyárva? Ez egy másik kérdés, és akkor erre azt szoktam válaszolni, hogy hogyha mi ne legyünk bölcsebbek, és hogy is mondjam, irgalmasabbak, mint az Isten, aki elküldte a fiát, aki megtapasztalta az emberi sorsot, nem magyarázta meg a szenvedést, magára vette a kereszten, és így szabadít meg bennünk. Az Úristen teremthetett, meg teremt is talán sok más világot, a miénket is helyrehozhatja, hogy Szent Pál mondja, ahol eláradt a bűn, túlárad a kegyelem, és a húsvét vigiliáján éneklik az öröméneket, énekeljük, hogy szerencsés bűn, amely ilyen nagy megváltót érdemel. Most ez könnyű mondani annak, aki nem szenved, de most magam kezdem megtapasztalni a forgóimban, meg minden nap érzemet, és akkor nagy tisztelettel, szeretettel gondolok az orvosokra, ápolókra, és hát a szenvedőkre, akikkel, hát igen, a szenvedő Isten is végül, Isten fia magára vette ezt. Hogy miért így? Hát erre nincs válasz. Itt a nagy kérdője. Teremthetett más világot, lehet, hogy teremtett is, hogyha az örök a lét, mert az örök semmi olyan nincs. Én kicsit eretnek gondolataim, amíg Giordano Brunót szoktam idézni, akit 1600-ban megégettek ott a Campo di Fiorin, Rómába. Hát ő beszélt erről, hogy más univerzumok is vannak, és én néha arra gondolok, hogy átmegyek a szellemvilágba, ott még tovább tart a fejlődés. Hát ki tudja, hogy mi vár ránk. Mi vár ránk? Hát nem, minden mozog fenn, ez nem meg valami merev örök lét lesz, ha unatkozunk. Tehát marad a nagy kérdőjel. Tisztelettel köszönöm Ferenc atyának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hamarosan várjuk vissza a stúdióba, mikor is a Viharban című könyvéről fogunk beszélgetni.